Hát nem vagyok sokkal előrébb ezzel a szórófejjel. Nagyon kis területet fog le. Na, jó, mehetsz is. Hűzlik az egész kóceráj. A világ. Orvosolni kell sürgősen. Óriási tömött sorok pénztárnál. Hiába várják a kollégirát, hát a kollégir az most elment nyaralni, sajnos. Hát ne haragudjanak, egyedül vagyok. Hát elment, gyesse. Kis megértést és türelmet kérnék. Hát most ez nem olyan nagy kérés szerintem. Na gyerünk, akkor most lehet szórni a termékeket. Ja, ez volt az egyik fejlesztés a játékban még annó. Minden oké, persze minden oké, és hát szokásos helyre tűntem el igazából, elmentem a havi egy szanatóriumos adagomat, letöltöttem. Azt most itt vagyok. De minden fasza, persze. Hát ez mindig le van kommunikálva egyébként, csak... Hát, sosem lehet elég jól lekommunikálni. A baj. Ez az. Kérem a következőt. Milyen kis csönd van. Zene miért nem szól? Dennis, na most meg is szól, hát jó. Hiszem, nekem kell dolgozni. Megalázó. Ez nagyon-nagyon megalázó. Aj, ne! Pörgesd föl magad, az bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Jeho. Köszönöm szépen neked, Vinibá! Köszi szépen! A hetedik! Jézusom! Hetedik volt! Köszönöm! Szervusz! Nagyon megyek ma. Hova? Hova? Nem megyek én sehova. Egy éve ülök énnek. Semmit nem csinálok egyébként. Mire érted? Hát ez ennyire nem pörög a bolt. Mondjuk most már 9000 dollárt el fogjuk érni. Meg mindjárt be is hívom a kollégirát a büdös életbe. Most már elegem van ebből a szarból. Így, majácska, gyere be takarítani, mert idegbajt kapok lassan. És nem halad az autó műhely! Az mindig a lehető legnagyobb hiba, amit el lehet követni ebben a játékban, hogy az autószerelő műhely áll! Az a legrosszabb! Basszus! Mennyi pénzt buktunk most így? A rohadt életbe! Hát ez de rossz érzés ilyenkor. Awesome. Az? Funk? Ja, az is elfogyott. Rákcsálni való.
újság. És hát igen, amúgy raktárból veszük ki a napi, tehát a teljesen friss, ropogós újságokat. Hát na. Imádják az emberek mégis. Szeretik az emberek, hogyha át vannak verve. Ennyi. Ez erről szól. Na, megvan a 9000 ropi. Lehet a fejlesztés. Hű, ez már azért kicsikét komplikáltabb rendszernek tűnik, ami ide most leszpónolt. Aha. Na és akkor ez még mindig nem automatikus. Viszont valami világító testek ide bekerültek. Hú, nagyon komoly flancolások vannak már. Na nézzük. Valahogy kaptunk 500 dollárt. Az tuti valamelyik szerelés volt. Gyerekek! Egyébként az autó körül nem lehet futni, vagyis lehet, de fölösleges. Ez most elég gyors volt. Szia, Wilbit! Mi az alkalmazottak, helyet dolgozok? Hát ez természetes. Egyébként. Hát ez... Mi, van olyan hely, ahol nem így működik? Azt akarod ezzel mondani? Hát ez azonnal per kell indítani. Nem maradhat így. Ennek a szemüvegek. Az? Mi kell még? A játék. Ó. Hánk? Nem, kalap, persze. Egy-két nap. Rámban nem azért kell, hogy ezekből meggazdagodjunk, csak imádják ezt valamiért a hülyék. Ebből sokat lehet rendelni. Hát akár még 100-at is ebből simán lehetne. Nem tovább. Még jó, legyen akkor a 90. De csak azért, hogy nem mindig 100-at rendeljünk mindenből. Most jöhet még akkor egy kevéske kis fánk féleség. Ja, jó. Mert más valami kell még? Újság az jó. Imádják. Pénz az elég? Ó, hát ez igen. Jó, hogy... Mondjuk amúgy, igen, cigarettából megint lehetne rendelni lassan. Nézzük a műhelyt. Van gumi? Vagy nincs? Hát ez bámulatos. Ez bámulatos. Ezek teljesen nem normálisak. Hogy lehet ennyi mindent eltüntetni, gyerekek? Ne már. Jaj. Következő fejlesztés lesz majd, csak sajnos az automata mosó. Szerintem. Gyanítom, hogy 5-szintes. Tudom gondolni itt.
Társgedő. Bőven túlzás. Gyalakfaluk. Atya úristen, ez óriási túlzás. Nem vagy túlzás, ez hülyeség. Ez elfogultság. Ember. Jamákos guba. Csak én vagyok úgy, hogy ezt például várom a DL2-t, a DL2 alatt a Dying Light-ot. Érted? Mondítom, hogy igen. Örülök neki. Hát, te nem csak te vagy ezzel így. Hát figyelj. Ez csak jó. Egyébként én nem tudom most, tehát én azt az infót kaptam, hogy 4-én fog megjelenni mindenki számára. Én rákogliztam tegnap előtt a játékra, és akkor meg azt írta, hogy 7-e. És akkor itt mi az igaz? Igazság? Hát a 4-e tűnik egyébként logikusnak, meg hát az volt számomra a hivatalos tájékoztató. Igazából. Mi a hajnali kezdés ez holnap, így van. Elég durván. Nem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet ez a 8 órás kezdés. Ja. Hát... egy jó ötletnek tűnt ma, mikor kiírtam. Eddig még nem bántam meg. Hát talán így marad. Ezt nem így kellett volna. Na, ide majd kirakunk mást. Ja, jó. Ezeket a hülye kis viking sisakokat alig viszik. Értem, hogy miért nem akarják ezeket elvinni, de... mondjuk most minden úgy picikét, úgy így visszaszorult. Na, játékokat ki kell csapni. Ennyi? Most ez komoly? Basszus öregem, milliókat belőltünk itt a játékokba. Nézzük, mennyi üzemanyagunk van. Száz négyliter. Azt a rohadt életbe bele. 800 litert megint rendelni kell. Képesztő. Magyarországon mikor jelenik meg? 12 óra GMT. Ezt, nekem ezt kiírták. Hát lényegében azt jelenti, hogy ütöttök dél föl. Elvileg. Így vett. Azt hiszem legalábbis ez a GMT, ez azt jelenti. Mert hogyha GMT-t átkonvertáljuk CED-be, akkor elvileg azonos lesz. Ha jól emlékszem, de lehet, hogy óriási tévedek most, mert tegnap hatekoztam ezen egy picikét, aztán a fene se tudja már, hogy itt az igazság. Na, a gumikat kéne rendelni most, ugye? Már a 45, ez most megy fölfele. Hát, ja, talán most kéne, sőt, hát most kéne berendelni megint egy raklapnyi gumit. Minél többet. Ilyenkor kell lesz fölhalmozni. Így, ennyi pénzünk pont van. Tehát gumi. Hát ez nem túl sok az a helyzet, de nincs mit tenni. Na most Janika el fog fáradni, de Janikának én oda szólok, hogy küldöm a prémiumot. Hát ez jobb kedvre deríti majd az öreget. Mi van? Ja, nincs elég pénzem prémiumot adni nekik, ne már! Basszus! Az probléma. Ja, meg hát igen, üzemanyagot is gyorsan le kéne csapolni. Húha! Mossunk egy autót addig, az is pénz.
Most le fog állni itt a bolt. Nehogy már nekem kellene dolgozni, megőrülök. Nyomás, jó? Jó a nyomások. Egy órás a különbség? Egy vagy kettő órás. Hú, de rohadt halk. És vége. Gé, nagyon szépen köszönöm neked a szurkolást. Örülök neki, hogy tetszett a Twitch montázs. Nagyon örülök neki. Meglepődtem egyébként én a magam is, hogy lesz ilyen montázs. De nagyon jóra sikeredett, halleluja, úgyhogy szuper jó. Ha valaki lemaradt volna erről a montázsról, akkor a felkiáltó ilyen VOD parancsal elő tudja varázsolni a bottól a VOD csatornát, VOD csatornának a linkjét, és hát oda a VODok mellé föl lett most hajítva egy montázs is. Ami azért úgy egészen jól össze tudja majd foglalni az adott időszak történéseit. Ez nagyon örültem ennek tényleg, meg hát szuper lett. Nekem kell tankolni, nagyon jó. Jó van, már rég volt úgyis, hogy tankoltunk. Kösz, Matesz! Hihetetlen. Matesz öregem, olyan vagy, mint egy rakéta. Egy tüzes rakéta, apukám. Azt, hogy az a rakéta hova tart? Olykor, hát... Jaj... Az abban mindig elveszett az embernek az eszét, nem jó ez így. Ecsém! Na! Ne meg! Spor innen! Mikor volt ilyen erő? Mikor volt ilyen, hogy itt voltatok reggel 8-ra, és én meg nem voltam itt? Most mikor volt ilyen? Bálint is ezzel jött, hogy jó, biztos, Bala? Hát mondom, biztos! Mire lenne az? Álljon már meg a fákjás menet! Hát ki kérem magamnak most már? Most már ez kezd átmenni sértegetésbe, úgy érzékelem. A életbe most már, Kezd nagyon már bizsereg a zsebembe a bicska. Most már nagyon elég. Lehet egyébként senki nem tudott erre példát mondani. Adás elején sem, mint ahogy Janita most sem fog tudni mondani példát erre valaki, hogy mikor volt ilyen. Soha. Aj. Gyere dolgozni. Te is gyere dolgozni, hát a nyádat. Hát engem nem érdekel igazából, Dani. De Discordra nyugodtan berakhatod. Gondolod, persze. Hát ha valakinek ez fontos. De ez fix. Ez hivatalos tájékoztató. Hogy 12 óra GMT 4-én plusz éjfélkor jár az embargó. Tehát már most is tudnék vele játszani, csak nem lehet streamelni. Ez a baj. Tegnap este már játszottam is vele, csak mármint, hogy kipróbáljam, hogy végigvittem. Ha jó, nem. Csak leteszteltem, egy FPS van benne, hogy ránéztem, hogy fut, mint fut. Jó futott. Nagyon jó. De nem volt olyan részletes az a teszt. Hogy ennyi. Most mi van itt? De megint nagyon elvettétek itt az eszem, hát ez azért már azért meg kell húzni a határt. Mindenki ki van fizetve. Jó. Oké. Mehetünk a dolgunkra. Gyorsan. Mit rendeltem az előbb? Gumit. Ez bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúgj a gázt padlóig, rúgj is. A kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Imi Molnár
feliratkozol. Üdvözöllek, dicső lovag, szép a ruhád, szép a lovad. Mi szél hozott mondka erre? Na hát így az ő nagyjából lehet, nagyjából lehet érteni, hogy mi van, de majd megcsinálod tényleg, hogy hallani itt a dolgokat normálisan, mert ez így ultra gáz. Imi, nagyon szépen köszönöm neked a negyedik hónapot. Tervusz! Mesélj, mi a helyzet? Dicső lovag. Nagyon megtisztelő. Ja, persze, Dani. Igen. Erről van itt az. Hát azért körbejártam rendesen a dolgokat, mielőtt elkezdtem reklámozni ezt a dolgot. Azért az eddig kellemetlen lett volna, bereklámozom, hogy jaj, hát maraton lesz reggeltől, aztán óriási pofára esés lenne. Őt már most is vannak, akik streamelik, nem értem, hogy a csodába tudják ők streamelni, meg hogy ők csodák. Szerintem ők valami nagyon-nagyon hiper-szuper különleges engedéllyel rendelkeznek. Furcsa. Fog ez. De hát... Ilyen egyébként Forma 1-jel kapcsolatban is. Mi még? Mi? Kicsu? Mi lehet még? Azt írták, nem érdemes most még vele játszani, mert lesz T1 patch. Hát ez... Persze! Hol valószínű? Azt majd mindenképpen meg fogjuk várni. De ki van zárva? Nem. Majd nem téged akarnak most ezzel kinevetni, félreértést elség. Csak hát ez milyen hülyeség már, nem? Most valamivel tudsz játszani és nem játszol vele, mert jaj, van lesz patch. Ki tudja ezt megállni? Van egy várovárt játék, jó, annyira mondjuk azért nem várom, mint mondjuk egy Forma 1-et, de várom azért, hát vagyok rá. A grafika az nem egy hű, de hasra esős mutatvány lesz egyébként, én úgy vettem észre. Hát kíváncsi ezek az élményre majd, hogyan fogják átadni. Én érzem egyébként a Cyberpunknak az illatát, picikét, mikor rágondolok erre a játékra. Meglátjuk. Galória szegény volt a mai nap, hoppá. Az igen, micsoda megfogalmazás. Első része játszottam, persze. Istenem! Haver, azért ez már elég jó. Ez nem tiszta. Hát mit akarsz te még itt? Öreg. Na végre. Örület. Jól állunk. Jól állunk. Ricardo-t haza is küldtem én most szerintem. Okés. Okay.
Igen, a naplemente is félelmetes volt nekem abban a játékban. Amúgy nem vittem végig azt a játékot. Kellett volna? Mennyire függ össze az első részen? Basszus, nem tudom. Végig kellett volna játszani megint? Nem már, de hát nem fizettek ők nekem annyit. Istenem. Hát nem úgy működik ez. Nem szépen. Ki van zárva? Nem függ össze? Nem függ össze, tényleg? Szia TMC, nem tudom, köszöntem-e már, vagy csak akartam, de... Servus. Az igen, Imi. Jó pihenést akkor most neked. Hát a Subnautikát hagyjuk, hát ez egy viccjáték. Full horror az egész. Amúgy meg, most jut eszembe az ijeszgetésről meg a horrorról. Azért szögezzük le, hogy ez a Dying Light 2, vagy az 1, teljesen mindegy, a 2 is fix, hogy ijesztő lesz sok esetben, és tuti, de most így mindenki, aki várta itt a nagy horror játékokat, most végre megkapja. Na, hurrá, halleluja, éljen. Következik a rettegés foka. Harvey, mit csinálsz? Elüldözöd a vevőt? Na, jól van. Most egy napos téót megértesz leszpoilerezni végül is. Hát... Az a durva, hogy nem is tudom mikor láttam őt írni a chatre, baszk. Az értetlen dolog. Gyurikám! Jó, azért nem kell itt megijedezni ettől a... ezértől, főmosó fejtől. Viszont akkumulátorok, basszus. Várnak túl jól. Húha. Lassan ebből is rendelni kell majd. Ájjajjajjajjajjajjajj. Baszi nagy körforgás az egész. Baszi nagy. Kellene már tényleg az a rohadt automata mosó. Nagyon, nagyon, nagyon kellene. Janika, a bűtös istálóját. Ez miért pihen? Hú, de vakon vagy. Szia, Stark. Jobbulás kívánok neked. Messze van a horrortól, a Dying Light. Hogyan lenne messze? Hát nekem azért, ha Subnautica horror, akkor ez mélyre lenne az. Meg amúgy is, ezek mit hülyeség. Jó, nem abban a kategóriában van. Hát izgalmas, hát most... Hát figyelj, hogy te alakítod a történeteket, és éjszaka van, mész ott a susjásba, vagy csak ugrálsz egyik tetőről a másikra. Most itt is sötét van. Na hát ezért... Basszus, valaki beléri magát. Most nem lehet úgy játszani, hogy a szoba másik végéből játszol. Nem? Hát az milyen dolog? Hát vagy játszol vele normálisan, vagy nem? Én így vagyok vele. Nem lehet ezeket félváról venni. Meg egy igényes játékfejlesztő szerintem úgy fejleszti azt a játékot olyan embereknek legalábbis, hogy akik beleélik magukat. Nehéz esetben, tudom, mert nagyon szar egy játék. Nagyon szarul el tudják ezt kész, elő tudják ezt adni. Mondjuk egy Wolfenstein például, tudom melyik Wolfenstein volt az, tehát az olyan egy csodálatos játék volt, annyira beleéltem magam, hát ez nem is volt ott más lehetőség. Valamiért Janika nem akar bejönni dolgozni. Miért van? Ura.
Mi az, ami hiányzik? Hát játékok vannak azért. Cigaretta fogy. Nem akarok költekezni. Előre. Hát lehet, hogy ha járnék vele. Gyurikám, nyomd ez neki, légy szív. Három kereket kell cserélni? Uha! Hát ez az eszköz, komoly, komoly be... Mi? Ennyi volt? Mennyit fizetett? Jó ég. Mi a Bence? Szia Lamar. Örülök neki, kérlek. Virag Esport bajnokság nem lesz. Közeljövőben, az biztos. Hát ez óriási szervezés igényelne, tehát a mai piacnak megfelelően vagyis ha mai piacon akar valaki megfelelni egy Forma 1-es bajnokságban, ott már nem elég az, hogy szerepelhetnek az emberek, de már komoly körítés kell. Hát ez nehéz, nehéz. Nehéz ezt megvalósítani, úgyhogy általán biztos, hogy nem lesz benne a csatornán a jövőben, azt tudizik erre. Kemény, 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 kemény ág lett ez, kemény műfaj lett ez, inkább így van. Igazság. Janika nem jött betankolnia. Itt van, hál' Istennek. 100 gumi, 4500 dollár, maradt még 3600-unk. Egész jó. Ha nem mosás, van mosás, jó. Pörögjön. Szerintem egy órán belül meg is tudjuk venni majd ezt a ötös fejlesztést. Arra nagyon kíváncsi ezek, mert szerintem ugye alapvetően egy automosónak hát költsége nincs. Nem? Hát most mi víz? Hát vízért nem fizetünk. Hát ide folyamatosan majd jöhetnek az emberek, és így a rendszer majd lemossa nekik az autót. Az kész. Tehát az 100%-ig profit lesz. Jó, nyilván, ha arra gondolunk, hogy mennyi pénzt már elköltöttünk rá, nagyon sokat. Félelmetesen sokat. Tehát ez az autómosó egy rakásszar. Így, hogy neked kell mosni. Ez brutális a rossz. Még mindig a szerelő műhely a meta. Ez csak akkor lesz majd jó, működőképes, akkor tud meta lenni, meta dolog, hogyha az ötös fejlesztés majd megkapja. És ahogy megkapja az ötös fejlesztést, onnantól kezdve nem kell vele foglalkozni. Maximum kiüríteni majd olykor a víztárolót, az kész. Az meg nem egy nagy mutatvány szerintem. Ennyi. Jézd meg, adják a jó értékeléseket, már 18%-on vagyunk. Hát szóval na. Azért úgy megy eget a bót. Figyelj ide, Csárlika! Takarodjál haza. Elfoglalt. Hoppá! Jött a rakomány. Az a baj, hogy csak megy eget. Hát na. Viszlát.
Na biztos úr. Mi kis éjszakai őrjárat? Tessék, vegyen egy kis fánkot, játékot a gyerekeknek. Jó, jó. Úgy, zsiráf, mi van? Maci kell, hát normális vagy. Ott, és fújt föl. Áztasd be, főfújódik az. Lesz az Maci. Maci zsiráf. Ez a kalapos szerkezet is egy nagy szar. Komolyan, ez semmit nem ér. Pá. Pá. Jó. Szuper, szuper jó. Jóval jövök már. Essünk túl rajta, rendőr úr. Ha ilyen drága játékszereket azért éjszaka. Miért pont éjszaka vásárol ilyet? Drága uram, mondja meg. Hát ez nagyon komoly összeg lesz. Látod? That's it. Á, Istenem. Az a baj, hogy ezzel nem tudok én mit csinálni. Végünk van. Azonnal be kell hívni mindenki dolgozni. Így. Mindenki jön? Mindenki jön, oké. Gyorsan. Jaj, ne, szemét van, intézkedünk. Tessék bejönni. Gyorsan, bátran. Legény búcsúsmenet, tessék jönni, cipőt. Cipőt jó, tessék kint leverni. Akár le is lehet húzni, patyolat tisztaság van itt bent. Zokrisan is lehet itt pászkálni akár. Még a padlóról is lehet enni. Nyugodtan. A homokvihar az ide nem tud bejönni. Az igen. Azt megint elnyelte a föld. Hát jó. Rendben, nem probléma. Hogy egyébként ezeknek az idiótáknak mennyire kéne örülnöm. Figyeljetek, tudjátok mit fogok én most csinálni? Elküldjük takarítani, és most én leszek a pénztáros. Megspameljük most itt a rendszer. Oda néz! Erünk! Érzem az erőt! Elkapjuk! Jó a zene, kész! Ők meg takarítanak remélhetőleg faszán. Gyerünk! Na, ha? Mi van? Hoppá! Hát nem mondod! You botched it! Baszki! Hát... Megugrott az állat. Termékhiba. Visszaküldjük a gyártónak, majd ők fizetik. Istenem! Jó, menj már dolgozol te is, hát haladjunk, nem látod mekkora sor az, hogy mondja itt a magáért, nem kell egy körbe nyalni, írjál be a panaszkönyvbe, ha meg nem akarsz írni semmit, akkor meg húzz innen a francba. Hát tartsuk már föl itt a sort. Nice. Hát $2 ideadhattál volna, 1.77-et idead, normális vagy? Dollárért öregem szerencsétlenkedek itt. Szegény pénztáros öregem túl van terhelve. Hát, leszakad már a kezem, lassan ott tartok.
De mi ez itt a bal alsó sarokba? Ez mire jó? Ez vajon mit jelent? Ad esetleg valami bónusz majd a játék nekünk későbbiekben? Vagy új kosarat kapunk? Vagy nagyobb kosarat? Vagy mi ez? Mi történik akkor, hogyha 1871 tervéket beszkennelek? Mi lesz akkor? Na, most ezt valaki tudja esetleg. Ugye milyen érdekes? Jó, hát üzemanyagot nem tudom dobálni, Ivin. Tankolhatál itt nyugodtan. Max nem kéne venni itt semmit. Nálam. Jó, Bence. Húha. Itt nem erről van szó, kérlek. Lehet, hogy ad egy... kihívást. Földobja nekünk, hogy feloldottál egy újabb kihívást, éljen. Ez ennyivel le lenne rendezve? Gyanítom, hogy igen. Great job. Hát ez valami mini küldetés akar lenni. Hát nem tudom. 7600 dollárnál vagyunk. Picikét úgy érzékelem most, hogy mint hogyha megállt volna a termelés. Vagy lehet, hogy elfogytak a vevők? Mondjuk most van már nappal, éjszaka volt, hát éjszaka azért nem szoktak olyan hüde sokan lenni. Megkapom az aranykassa skint. Esze! Komoly! Honnan tudod, Gi? Már kipróbáltad? Na. Bele. Ja, Janika el is fáradt. Komorú. Meg az aranyvonalkód leolvasógépet. Jaj! Hát de viccik vagyunk! Komolyságot kérnék. Fel. Vigy a dolgodra te is. Még valaki esetleg? Janikám, drága! Maradjál haza aludni, pihenni, jó? Borzasztó fáradt a gyerek, aztán még mindig itt szambázik. Töltőállomások között. Jó, hogy nem majd a munkahelyén fog aludni. Azért nem úgy van az. Ja, cigaretta. Egyre nagyobb a gáz. Én is elfogyott teljesen. Húha. Nézzük a szerelőműhelyt. Valami változás. Aha. Fogynak a gumik. Hát ez gyorsabban szokott fogyni, Ricardo. De figyelj. Dolgozol te rendesen? Én azon gondolkodtam most itt pont. Ön kis fura. Ja, várják közben Janikát, ugye helyettesíteni kéne. Hát persze. Hát ez már csak ugye így működik. Super. Üzemanyag is fogytán. Így.
Egy pillanat türelmet kér. Ez egy nagy vicc! Ilyenkor jön a gyerek! És a rohadt kis MG-s hülye gyerek. Szerintetek ez véletlen? Nehogy véletlen? Adjuk már. Két RP adások óta nem hiszek a véletlenekben. Nincsenek véletlenek! Lehetetlen dolog! Valaki mindig MG-zik. Valaki mindig. Egészen tuti. Őrület. Hoppá! Ne, Halle Berry! Megjött. Egyre csak nő a hírnevünk, hát egyre nagyobb sztárok érkeznek. Hú, de rohadt lassan megy. 8405. Édes drága cimborám, takarodj már innen el! Na végre! Hát nem látod mekkora kocsi sor van? Nemhogy siette! Hát kanalazzám a helyébe! Aj, menj már innen! Nagyon nagy dugó van. Hú! Hal! Hal a földön! Hogy kerül ide hal? Érted? Egy pisztránk, csak úgy ott hever. Lazán. Aha! Hol van? Gyurikát behívjuk dolgozni. Kell a váltás. Úgy. Júj, de koszos az autó! Hozzám egy mosásra is, la! Ja. Ricardókám! Ilyenkor mondjad a hölgynek, hogy álljon egy mosásra! Akciós ilyenkor! Hogyha szereltet, akkor akciós! Ne legyél hülye, apukám! Uha! Tudod, hogy nem jön a lóvé, hát basszus. Be kéne hívni az embereket dolgozni. Meg takarítani kell, kasszázni is kell még. Mindjárt jön ide a Janika. Még ezeket megcsináljuk gyorsan. Hagyjon, mert hogy mégiscsak egy benzinkút vagyok, de erre ne kell már várni az embereknek. Elég gyors pénzkereset. Plusz. Elég könnyedén tud jönni a értékelés is. Még mindig 20%-on vagyunk sajnos. Jó serépség, hát ez jó lenne. Jó. Jó serépség mindig. Nem a Supra. Hú, vetyárját. Hogy zajlik az élet. Örülök neki. A legjobbakat kívánom tényleg az élet. Zajlik az élet elég szépen. Akkor ez a mondható, hogy stresszes időszak? Hát ez biztos, hogy az. Izgalmas. Most lehet mindent átélni. Újságokat alig viszik. Nem elég színes a választék szerintem, itt azzal van probléma. Azzal van problémája az embereknek. Én tudok gondolni még itt.
Most meg azt írja már, hogy 2033 termékszkennelés kell. Hát ez nagyon fura. Vagy lehet, hogy a kollégirát beleszámolja, hogy hozzá képest? Hát ezt nem értem, hogy ez hogyan van. Erre amúgy vannak itt e-mailek. De most én mit foglalkozzak ezzel? Aj, nem. Oké, láttuk őket, elolvastuk. Jó, ez így. Tanikát vissza is hívom. Ő miért ment el? Hát könyörgöm, meló van és elmegy haza. Nagyon hülye. Rórikám! Az ember öregem javíthatatlan. De sok a kosz. Picit besegítettünk a kollégirának. Többit ő meg majd megoldja elvileg. 10.580 dollárs kacok. Nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy automata legyen a mosó. És hát nagyon remélem, hogy az lesz. Elvileg az lesz. Ilyen furgon szerintem még nem is takarítottam. Nem lehet többször áthozni a terméket a csipomból? Jaj, mindjárt az eszed! Hát, hát ez? Nem szabad ilyet csinálni, na. Tudod, nagyon jól. Jó példát kell mutatni. Nem úgy van az. Az anyádat azt. Bocsi! Basszus, ezt elkapkodtam. Tökéletes! Most megpróbálom ezt a küldetést elkészíteni. Gyorsan! Jó. Mert nem sikerült? De mi? Na, azért, ha jó van. Mert ilyenkor indulás előtt ki lehet még fosztani. Mozgó járművekkel van gond lábban. Gondoljátok el a valóságba. Oda menne a kutas hozzád, és így elkezdené bütykölni a csomagtartódat. Ajaj. Jó. Alakul. Ha, még valaki? És az, hogy pont most nincsen vásárló. Egy jön, gyerünk!
Ő szeretetni jön? Mosóba? Várjál, hát a mosóba ott áll egy kocsi. Akkor föltörjük. Gyorsan, gyorsan. Mi? Ez nem lehet? Ó, akkor lemossuk, na. Hihetetlen. Dolgozzom kell. Ennyi? Na, reggel még meg már itt úgy koncentráltam. No de, mivel megvan a pénz a mosóra, hát fejleszünk föl. Gyerünk. Ó, be lehet kapcsolni külön, hogy automata legyen a mosó vagy sem. Ez miért lehet így bekapcsolni vajon? Mi? Homoly? Vajon miért? Ez fura. Una, erre kíváncsi leszek, hogyan fog működni. Még 5 autót kéne föltöröm gyorsan. Próbálkozom vele. Kevesebb, mint 5 percünk van rá. Jaj. Ne! Adunk. Valaki nem akar jönni mosni? Halló? Ott téged föltörlek, bocsi haver. Muszáj. Hoppá. Óriási dislike! De ilyen miért van engedélyezve ebben a játékban? Hát lelki beteg leszek tőle? Mi az, hogy valami nem tetszik neki? Hogy lehet ezt? Azonnal petíciót kell írni, hát ez nehogy már ne! Nézz oda! A mosó. Úristen, hányszor akar itt még átmenni? Hát nagy a sor! Na végre! Úristen, tiszta kosz! Jó van, takarodó van öreg. Fokaduma. Szalanyomás. Szalanyomás. Hát... húzás, de azért... rendben rakjuk ott lent a dolgokat.
Egyébként itt úgy látom, hogy lent nem változtak a dolgok. Hát, ja. Így van. Minden a régi. Van még valami szemét? Esetleg valahol? Nincs. Mi volt? Charlie hazamegy. De jó. Jó, és ide így, így fordulnak rá a mosóra? Ó. Hát ez így nagyon fura. És ez teljesen automatikusan működik. Egy mosás a $150. Kész. Hát ez nem rossz így. Ez jó. Ez jó az alás. Jó napot, szépenet, lemossam, ablakosú folyadékot töltsek, esetleg kipakoljam a csomagtartót? Azt nem kell mondjuk kérdezni. Egységemi kérdezés nélkül is. Ilyen apróságok... Ha? Van ilyen apróságok, akkor nem akadunk mi fönn. Na hát, az a helyzet, hogy óriási a sor. És a baj. Meg kell hívni a kolléginát. Én ezt biztos, hogy nem fogom lepötyögtetni itt. Gyere befe... Oh, a szerelőműhely se dolgozik. Úgy nagyon-nagyon belebolondultunk ebbe a... The smell is horrible. A mosóba. Janikát is be kell hívni. Akkor egyedül most Gyurika pihen. Csennyi igazából. Ja, óriási kosz van bent. Tehát igazából még egyszer végigvittük a játékot, ki lehet jelenteni nyugodtan. Nem tudom, hogy ezt még hogyan lehette okozni ezt a helyzetet. Pénz az nagyon jön. Esetleg itt ugye van a világranglista. Varázslisták is ide, ha itt meg lehet nézni. Mi az a score? 1-15. Mi? Mit jelent ez? Score. 11 másodperc. Mi ez? Mi? Pacing. Ja, az a kis autóversenyben, ugye? Pénz. Hát ez szerintem folyamatosan változik. 21 milliója van a srácnak. Popularité, na nézzük. 1 millió, jó, hát ez fix csaló. 1220. Dobás. Ez elég gagyi nekünk. Jesszusom. Ó, a tankolásban milyen jók vagyunk. Hát ezek szerintem fixen csalók. Hát van közöttük, szerintem. Oké. Egyszerű. Egyszerű dolgok. Ez meg a szemetes kocsi, ugye? Ja. És innentől ezzel a mosóval nem is kell foglalkozni. Ez így csinálja a dolgát. Bedobják a kis aprót, kész, pörög. Hát ez egy olyan befektetés volt, az a mosó, hogy ez folyamatosan pörgeti a lóvét nekünk. Megállás nélkül. Hangja az nincs. Ennyi. És... hatik autóval mennek.
Ennek mi értelme van mondjuk, hogy bezárni a kódszerájt? Hát semmi. Most arra lennék kíváncsi, hogy a dekorációkat az továbbra sem lehet megnézni? Vagy most de mi van? Bugol még ez mindig? Hát ez nagyon. Ez nem jó. Hát ez nagyon bugos. Mit rontak el? Egy hagyjuk. Nem megy. De esetleg hátulról. Azt akarnám megnézni, hogy van-e valami új dekoráció, ami bekerült a játékba, vagy sem. És ahogy odébb megyek, egyből nézetet vált. Rossz nézetet. Ja, hát annyi igen, tehát néha meg kell tenni a kis házi állatunkat, aztán annyi. Ja. Ennyi. Hát mondjuk azért nem tolongnak az emberek, bár lehet, hogyha följebb benne a... az értékelésünk, akkor más lenne a helyzet. A boltnak a kialakításán még azért lehetne dolgozni szerintem, hogy ide és azért jobban bemenjenek. Hogy ők megtalálják az emberek a jégkrémet is, játékokat, állatot, autóápolással kapcsolatos dolgokat. Megtalálnak mindent. Talán igazából azon lehetne még itt alakítani, hogy, hogy több. Több polcot berakni. Maximum így ezzel lehetne szerintem még úgy dobni egy kicsikét az üzletem. A szerelőműhely meg most hogyan áll? Kikávló gumit, az fölzabálta a gyerek. Tövile. Nem semmi. Jó, jó nyomja. Hát ez nagyon viszi a pénzt az autó szerelőműhely. Viszont nagyon hozza cserébe. Hát itt nagyon-nagyon foglalkozni kell ezzel. Pillanatok alatt elfogy mindenünk. Ennyi gyertyák már nincsenek. Ennyi igazság szerint. Figyelni kéne itt folyamatosan az, hogy milyen áron van. Gyertyák hogy vannak? 30 dollár most. Hát be kéne rendelni most mondjuk. Nem is tudom, egy jó sokat. Aj, nem lehet ez egyszerűbben? Egyenként kell kattingatnom. Egy 100 darab azért szerintem ebből kelleni fog. Hosszú távon kell gondolkodni. Akkumulátor. Hát az is kell. Hát egy 50 darab. Tükör. Hát... Na, így már jó. Ennyi, 10 darab belefér pont. Király. Vajon ehhez a játékhoz adnak majd ki a későbbiekben még valami fejlesztést? Mert azért ez az automosó, ez mennyi idő telt, mire elkészült? Ez jó pár hónap. Ki is vagy a játék? Ez is ki is vagy a játék. Az kemény. Hát ez záró akkordnak. Könyveljük el. Ennyi volt. Mindegy. Hát most ez így alakult akkor. Na hát a folytatásban, hogy mi a bánatos Filipit lesz, erről még mai nap nem volt szó. A játékot végigvittük, az már biztos. Nem tudom, hogy mit lehetne még találni ebbe a játékba. Most ebben az agyatlan farmolásban meg én nem akarnék belevágni itt. Az kicsikét olyan... Nem jó, nem egy nagy dolog, nem egy túlságosan
díjazni való tartalom ez, hogy, hogy ez az eszetlen, őrült nagy farmolás. Hogy... Ennyi, kérem.